egyetlen napot, az egyetlen egy nap az évben, amely hivatalosan is a szeretetét. 360 napnak közül 364 a gondjaivé, a céljaivé, a munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, és annak is az estéje egyedül. Pedig hitelismeretlen olvasó, fordítva kellene legyen. 364 nap a szereteté, és egyetlen csak a többi dologé, és még annak is elég az estéje. Vas Albert gondolataival köszöntöm Önöket hagyományos adventi hangversenyünkre, amelyik az lélekemelő programmal vár szeretettel mindenkit. 1717-től 23-ig a kötelben szolgált, hanem volt Auguszt köteni herceg zenekaránál, mint karmester. A herceg nagyon megbecsülte őt, akinek semmi más dolga nem volt, mint vezetni a zenekart és komponálni. Korábban szinte csak templomi zenét írhatott, itt viszont, mivel világi szolgálatba lépett, új műfajokban is kipróbálhatta magát. Így született zenekari, kamara és billentyűs hangszerre írt műveinek jó része. A hat brandenburgi verseny, eredeti címe magyar fordításban versenyek különböző hangszerekre, amely hat versenyművel tartalmaz. A művet 1721-ben publikálta, bár valószínűleg 3 évvel korábban keletkezett, és a Brandenburg tartomány akkori őr grófjának, Keresztény Lajosnak ajánlotta, aki nagy zenekarát volt, ígyha az őr gróf személyében komoly pártfogó talált. A változató sorozatból ma a 3. G-dur brandenburgi verseit hallhatják. Ehhez a műhöz már nem ért lassú tételt, a két gyors darabot, két akkord rövid pihenőjével kapcsolta össze. Feltehető azonban, hogy a hangversenymester rögtönzött hegedű szólót játszott ezen a helyen. Adventi hangversenyünk első műsorszámaként hallgassák meg a 3. G-dur brandenburgi versenyét, a Szolnoki Szimfonikus Zenekart Izaki Masahiro vezéti. Jó szórakozást kívánok!
szólóhegyedő verseny a fennmaradt mindössze két lak szólóhegyedő koncsertó. Megfelelően 1220 körül komponált a kötetben azoknak a hegyedő verseneknek a társaságában, melyeket csak átdolgozott formájukban ismerünk. Jelenleg összesen 6 Bach hegedű versenyről tudunk, ezek közül 2 maradt fenn eredeti formájában, a többi 4 cselló versenyként vagy más fúvós versenyőként hagyományozódott az utóbbra. Hogy a cselló versenyek Bach saját hegedű versenyeinek átiratai bizonyítják, a cselló szólal hegedűszerű, a hegedű technikáját kihasználó dallam fordulatai, valamint az a tény, hogy a fennmaradt ámol és írul hegedű versenyeken is elkészítette a csemballó verzióját. Az írul hegedű verseny a legtöbbet játszott a darabok egyike. A darab szólistája a mai estén Anna Sapkina hegedűművész, azért várhatom a tehetségéről és az eredményeiről a szólólapokon olvasatnak. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Izeki Mászányról beszélni.
Mit támadják belülről és kívülről. Felejtsen mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nem csak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd meg a régényeket, milyen ágyhatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen és mennyi vad örömmel ünnepeltek. Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás, mondja Márai Sándor. Folytassuk adventi hangversenyünket ennek szellemében. Bastian és Bastianne közvetlen stílusú egyfelvonásos zingspiel, azaz daljáték, meg történet alapja egy paródia, ami Rousseau a Falusi Jövendőmondó című pásztorjátékából készült. Az ifjú Mozart zenéje könnyedén ötvözi a rokokó hangulatot a népies motivumokkal, a paraszti köntösbe öltözött pásztori bíl az észelmesebb hangú jellegekkel. A német nyelvű daljátékot dr. Franz Anton Menzel, az úgynevezett magnetikus gyógymód feltalálója rendelte Mozarttól. A bemutató valószínűleg a dr. saját színházában kerül megrendezésre 1768-ban. A történetben Bastianne a szerelmes pásztornának a hangvarázs lótrény számon tartott kolasz tanácsát kéri, mert úgy gondolja, hogy Bastianne hű hozzá. A jóságos és bölcs öreg tudja, hogy ő ért. Kis kacérkodással és némi ármánnyal félti kenyékre tenni a fiút, és így majd bizonyára visszatér a leányhoz. A terv remekül beválik. A szerelmesek újból egymásra találnak, s a végén együtt hálálkodnak olasznak, hogy varázslatával megszabadította őket a bánattól. Ma a nyitányt hallhatjuk a Szolnoki Szimfonikus Zenekart, hiszen ki más, aki jól beszélni.
az a vélekedés járta, hogy Mozart egyetlen év, sőt, jószerével néhány hónap alatt öt hegedű verset alkotott, és sem előtte, sem utána egyet sem. A modern tudomány nehezen nyugszik el az ilyen Mozart munkabírását, életének rohanó tempóját tekintve is túlságosan megdöbbentő tényekben. Hermann Albert, német zenetörténész így vélekedett erről. Így módon a hegedű versenyek egészen különleges helyet foglalnak el Mozart alkotásában. Öntudatos, olykor túláradó ifjú erő hozta létre őket, amely hol gyengén rajongásban, hol szertelen jókedvben leli kedvét, és vidám játékot űz a formával. Mára már persze kiderült, hogy több mint öt hegedű versenyt ismerünk, s hogy valószínűleg keletkezésük is nagyobb időintervallumban helyezkedik el, valamint hogy Mozart valószínűleg saját használatra írta ezeket a versenyköveket. Az Ádor hegedű verseny pontos keletkezési évszámmal rendelkezik, 1275. december 20. Adventi koncertünk zárószámaként kérem hallgassák meg Mozart legnépszerűbb 5. Ádor hegedű versenyét. Közreműködő Ánosak Fina hegedűművész vezénye Izaki Masahiro. Kedves közönségünk, a kereszténységben ma Szent Lucia napja van, ami fényességet jelent, és reméljük, hogy a mai koncertünk elhozta ezt a fényességet így advent idején a lelkükbe. Engedjék meg, hogy a Szolnoki Szimfonikus Zenekar nevében is áldott békés karácsonyt, és zenében, koncertekben gazdag boldog új évet kívánjak, és nincs más hátra, mint hogy elköszönjük, és azt mondjam, 2019. január 12-én a Budavári Palota koncerten találkozunk. További jó szórakozást kívánok!
Thank you.
Thank you.